Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videóban meg fogom nektek mutatni, hogy mik azok, amik mostanában érkeztek hozzám postán, illetve mik azok a dolgok, amiket mostanában szereztem be magamnak és a kis családomnak. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mik ezek, akkor tartsatok velem! Nos, tehát akkor vágjunk is bele! A legelső dolog, ami még számomra is nagyon-nagyon izgalmas, mert ezt néhány napja rendeltem, és már meg is érkezett, ez a Mama Szent Papaszból érkezett hozzám. A kislányomnak rendeltem néhány szuperíz kis ilyen etetéssel, evéssel kapcsolatos kiegészítőt, ugyanis a Don't Buy Deer cuccok le voltak akciózva, azt hiszem 15%-kal. És hát ugye a Mama Szent Papaszhoz Pesten van, tehát nagyon ritkán járunk mostanában arra felé, úgyhogy így online is lehet tőlük rendelni, szerintem ez egy nagyon szuper lehetőség. Az első dolog, ez egy ilyen kis snack tároló kis három részes szett tulajdonképpen. Azt hiszem ez a legnagyobb, van benne egy nagy, egy közepes és egy kicsike. Ez a puder rózsaszín színvilág, ami végig kíséri mindhárom dobozkát, három méretben van, mindhárman más figura, és mind a háromnak más a színe is, ahogy láthatjátok, szerintem ez véletlen cuki. A teteje szilikonos, és hát ugye, hogyha majd már most nagyobb lesz, ugye tudok bele neki gyümölcsöt, kekszikét, ilyesmiket beletenni, vagy akár az uzsonnáját is, úgyhogy ő az egyik. Ez egyébként 4290 forintba kerül, és most ebből jött le ugye a 15%. Rendeltem egy ilyen kis itató poharat, ami nagyon szuper, mert multifunkciós, remélem ki is fogjuk tudni használni. Tehát van benne egy ilyen csőrös itató pohár, én a szürke tetejűt választottam, ebből is volt több szín választék, nagyon jó minőségű. És le lehet cserélni a tetejét ilyen snack tárolóra, amiben ő bele tud nyúlni a kis kezével, és majd kivenni, amit éppen én beleteszek neki. És ebben majd jól bele tud kapaszkodni. Ő 4590 forintba került, de ahogy mondtam, a kedvezmény belőle is lejött, és még egy ilyen étkészletet rendeltem. Hát ez nagyon jó ez a pohár, mert most már elkezdtem tanítani pohárból inni, és ez egy műanyag pohár, amit nem nagyon fog tudni eltörni, ilyen nagyon cuki kis pöttyök vannak rajta. És akkor van benne egy mély tányér, amiből most még jelenleg eszi a valamennyi kajáját, mert még nincsen foga, úgyhogy mindent túlmixolok neki. Próbálkozunk darabossal is, de az még nem az igazi. És akkor van benne még egy kis mély tányér, vagy lapos tányér, bocsánat, de ennek is van pereme, úgyhogy nagyon szuper, és csoda szép színe van ez a pasztellilás, szürkés. Nagyon-nagyon tetszenek. És ő pedig 6990 forintba került, ugye, mínusz a kedvezmény. Menjünk is tovább, akkor itt van előttem a doboz, amit a pupától kaptam. Megmutatom nektek. A nyári kollekció darabjai vannak benne, és a napozási termékeik, ezek az újdonságok. Na nézzük ezeket az izgalmas dolgokat. Van itt nekünk egy 30-as fényvédő faktoros vízálló melanin aktivátoros napozós spré tulajdonképpen. Igen, ilyen teljes állagú, tehát ez nem az átláncós fajta. Ez egy 200 ml-s kiszerelés, ez nagyon-nagyon praktikus lesz most nyáron. Van egy 50 faktoros vízálló arcra és testre való szerintem. Nekem volt már tavaly vagy tavaly előtt is tőlük egy ilyenem, az egészet elhasználtam, 50 faktort használok az arcomra minden esetben, bárhova megyünk, azt sosem barnítom az arcomat. És még egy 50 faktoros arcra, szájra, hajra, fejbőrre, testre lehet használni. Ez nagyon izgalmasan hangzik, hogy hajra. Vízálló, melaninaktivátoros, tulajdonképpen multifunkciós krém. Ez egy egész sűrű állagú, nagyon enyhe illattal, imádom az illatát, nem túl tolakodó. És akkor itt vannak a nyári Summer Escape kollekciónak a termékei. Kezdjük mondjuk ezzel. Azt mondja, hogy van egy metál és egy intenz vízálló szemhéjfesték. Ez nagyon izgalmasan hangzik. Wow, nagyon-nagyon szép, igényes a csomagolása is, ahogy a pupa termékek általában.
Aha, és ebben, ú, de gyönyörű, ebben is van tükör, és egy ilyen nagyon szép barnás, lilás. Hát erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez tényleg, ha vízálló, akkor ez nagyon praktikus lesz. A másik pedig egy metálfényű szemhéjfesték, ez aztán metál brutál. Egész biztosan ki fogom próbálni őket egy ilyen teszt videó keretében, ahogy szoktam a Pupa termékeit, és hát már lassan-lassan fejben állítom is össze ezt a szuper bronzos nyári sminket. Ő egy bronzosító, Terracotta Illuminate nevű. Ó, ennek csodaszép színe van, mintha egy kicsi highlighter is lenne benne, ilyen márványos kivitelben, eszméletlen szép. Nagyon kíváncsi leszek rá. A másik zacsiban pedig szemceruzák vannak. Van egy 007-es 008-as. Imádom a Pupa szemceruzáit, és a Szájkontúr ceruzáit is, az abszolút kedvenceim. Szuper tartósak. Nem másznak el a szájról, a szemről, nagyon könnyen hegyezhetőek. Nekem mindig az a szűk keresztmetszet. Ez két kék szín, egy világosabb és egy sötétebb kék. Csodaszépek. Ők pedig a Lip Dream nevű folyékony, krémes és fényes folyékony rúzsok. Csoda-csoda szép színük van, és nagyon szép a csomagolásuk is, ilyen hosszú, vékony tubusban vannak aranykupakkal. Ez igen. Elképzelhető, hogy nem tartok meg mindent a kollekcióból, és egy-két dolgot ki fogok köztetek sorsolni. Általában vagy itt a YouTube-on, vagy az Instagramon hirdetek nyereményjátékokat, úgyhogy ha nem követtek és van kedvetek az Instagramon, akkor Suzy Ari Beauty néven találtok meg. Rendszeresen posztolok és Instastorikat is szoktam kitenni, úgyhogy ha van kedvetek, kövessetek. Most jönnek a ruhák. Ja, igen, és még egy parfüm lesz benne, és ha már parfüm, akkor kezdjük a zarás szerzeményeinkkel, amit mostanában szereztünk be. Rögtön itt van a parfüm a tetején. Erről már posztoltam Instastoriban, ha már Instastorinál tartunk, egy képet nemrég, hogy ezt a parfümöt szereztem be, ez az Ebony Wood Ébenfa nevű parfümjük. 40 millis 5595 forintba került. Ez a Zara és a Jo Malone-nak a közös kooperációjából jött ki egy kollekció, többféle lesz, de legalább 10 féle illattal. Eszméletlenül tetszik a csomagolása, mintha egy ilyen könyv lenne. És ez az illat, ez valami fantasztikus. Azt hiszem szegfűszeg van még benne, és nagyon tetszik ez a minimál csomagolás is. A kis fekete kupak fehér címkével. Oh, eszméletlen finom. Hát, leírhatatlan illat, szerintem egy ilyen édes kis, nem túl könnyű illatnak mondanám, de én nem is szeretem az ilyen friss nyári könnyű illatokat igazából, azok nem az én világom. Ez ödök parfüm, ezt azt hiszem egyszer, majd kétszer már használtam, és valami eszméletlen tartós illata van. Körülbelül 2-3 fújást is egész nap tart rajtam, én még este is érzem magamon az illatot. Nagyon sok parfümöt ki kellett selejtezni, mert szülés után nem bírtam elviselni, és már a terhesség alatt sem bírtam elviselni az illatokat. És a Chanel No. 5, Chanel Coco Mademoiselle és a Lancôme La Vie Belle parfüm, ez a három, amit tudok használni. Úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, hogy végre találtam egy olyan illatot, amitől nem fordul fel a gyomrom, úgyhogy elbírom magamon viselni egész nap. Menjünk tovább. Természetesen, ha bemegyünk a Zarába, nem tudok úgy kijönni, hogy a kislányomnak ne vegyek semmit. És most elkezdődött a leárazás, úgyhogy nagyon szuper. Először is szerettem volna neki még egy rövid gatyát, és ezt kinéztem már neki korábban, csak akkor nem vettem meg, most pedig még le is volt ráadásul árazva, úgyhogy mondtam, hogy oké, akkor ez nekünk kell. Ez egy ilyen lenvászon anyagú, kis nyári, nagyon könnyű rövid gatya, hátul zsebes, aminek óriási funkciója van, gondolhatjátok egy 10 hónaposnál. Itt oldalt van benne egy picike kis szín, valami eszméletlen cuki szerintem, és 5500-ról 3500 forintra volt leárazva. És hát nem feltétlen ehhez, de választottam neki egy ilyen kis felsőt, természetesen fehér színben, az egész család fehér szín őrült. Ez 2000-ről 1600 forintra volt leárazva, nagyon cuki kis, könnyű, lenge, hátul gombos, nyári, fehér kis felső. És ha már fehér felső, akkor természetesen magamnak is találtam egyet.
Ez szintén le volt árazva, MS méretű, viszont szerintem szuper jó kis oversized darab. Ilyen nagyon érdekes 3/4-es ujja van. Ez 3500-ról 2500-ra volt leárazva. Picit ez a ilyen mackó, vékony mackó anyagú, de szerintem szuper jól fel lehet venni akár egy bármilyen rövid gatyához is. Kis kereknyakú, rövid derekú, és igen, elől is és hátul is van benne itt egy varrás. Igazából ez adja az extráját, meg maga a fazonja nekem nagyon megtette. És akkor még valami. A Stradivariusból választottam magamnak egy rövid gatyát. Szerettem volna egy olyan rövid gatyát, ami nem farmer, nem túl rövid, és elegánsan is, és akár egy Converse sportcipővel is föl lehet venni. És mindenféleképpen ebben a barnás földszínben gondolkodtam. És így esett a választásom erre a Stradivariusos, hát ez a vászonanyagú rövid nadrágra, ami oldalt fel van sliccelve, szuper kényelmes, nem túl rövid fazon, ha lehajolok a gyerekhez, sincs kint belőle a fenekem. Ahhozzá ez a fehér öv, de szerintem akár egy fekete övvel is szuper jól tud mutatni, vagy ha akár úgy hordjuk, hogy kint tesszük a felsőt belőle, akkor öv nélkül is. Én ilyen például akár ezzel a pulcsival is felveszem. Erről posztoltam is már egy képet nektek az Instagramon, amikor ez a rövid gatya ezzel a zarás pólóval volt rajtam. Szerintem az is tök jól mutat együtt, akár egy Converse-szel, akár egy lapos szandállal, akár egy magas sarkú szandállal. Ja, és azt nem mondtam, hogy ő pedig 6000 forintba került, ő nem volt leárazva, és van zsebe is, amit imádok. És akkor az utolsó csomag fog következni, ami számomra is nagyon izgalmas, ugyanis ez az elveszett sínes csomagom, én úgy hívom, ugyanis ezt még valamikor februárban rendeltem, és most ért ide hozzám körülbelül egy hete. Úgyhogy már nagyon izgatott vagyok, hogy miket tartalmaz. Ja igen, az egyik, amit ezzel a csomaggal együtt rendeltem, a ruha, amit most rajtam láttok, ezt bemutattam az előző felpróbálós haul videómban, de bemutatom nektek még egyszer itt oldalt, ez egy szuper cuki, könnyű, lenge, nyári kis ruha. Én most felvettem hozzá egy melltartót, és tudom, hogy ez itt kilátszik oldalt, de ezzel a páncélküli tapadós melltartó megoldással tökéletesen működik együtt. Egyébként alul a termék linkjét meg fogjátok találni, illetve van egy kuponkódom is, amivel a vásárlás végösszegéből 15% kedvezményre tudtok szert tenni, úgyhogy nézegessétek a SHEIN oldalát, alul a kuponkódot is meg fogjátok találni, és akkor nézzük a ruháimat. Ebben volt egyébként egy olyan ruha, ami, aha, itt is van, amit azért rendeltem, hogy lehet, hogy majd az öcsém esküvőjére ebbe fogok menni, csak hogy gyakorlatilag meg se érkezett az esküvőig. Azért nem készítettem videót az elmúlt egy-két hétben, mert segítkeztem nekik, illetve készültünk az esküvőre. Wow, egyébként nagyon, az igen. Nagyon szép, sötét zöld színű, ilyen magas nyakú, egészen kivágott kis feszülős ruha. Hú, de jól néz ki. Itt oldalt van egy kis húzás benne, hát ez nagyon jó egyébként, de nem bántam meg, hogy az esküvőre a rózsaszín tűr ruhámat választottam, illetve volt egy másik ruhám is, fogok róla posztolni az Instagramon képet, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy miben voltam. A másik dolog, ami itt van, imádom, hogy ilyen kis műanyagságban érkeznek a ruhák, teljesen egymástól elszeparálva. Ó, igen, ez pedig a póló. Jaj, de nagyon vártam már ezt. Ez egy teljesen egyszerű fekete póló, egy ilyen kis fehér mintával. Ebből MS-et rendeltem magamnak. Úgy gondoltam, hogy az ujján majd így fölgyűröm. Mostanában így hordom a pólókat. Szerintem így sokkal jobban tud mutatni a póló. És azért MS-et rendeltem belőle, mert szeretem, hogyha ilyen laza, oversize egy picit a póló. És egyébként akár ezzel a rövid nadrággal is szerintem tök jól tud kinézni. Ezt is itt oldalt meg fogom nektek mutatni, hogy felvéve milyen. Azt nem mondtam, hogy a ruhából pestes méretet rendeltem. És igen, az utolsó darab, hát ez pedig már nem valószínű, hogy fogom tudni hordani, mert ahogy mondtam, én ezt még februárban rendeltem. Hogy ez itthonra nekem majd tök jó lesz egy leggingsztel, ilyen itthoni ruhának tulajdonképpen. Ez egy szürke színű, ilyen felemás, félvállas,
tudjátok, amit így le lehet húzni felvár, ez egy olyan ruha, ilyen kötött anyagú, alul nádlis, és az ujja is nádlis, nagyon kis puha anyagból. Sajnos szerintem erre már csak ősszel fog sor kerülni, hogy fel tudjam venni, de nem baj, az a lényeg, hogy megérkezett. És hát igazából én ennyi lettem volna mára, mindent megmutattam nektek. A ruhák linkjét alul az infoboxban meg fogjátok találni, és ahogy mondtam, a 15% kedvezményre jogosító kuponkódot is. Köszönöm, hogy megnéztetek, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!